Nemrég készítettem egy videót, ahol röviden felsoroltam édesítőszereket, cukrokat, amik egyáltalán nem egészségesek, és azt is fölhoztam, hogy sajnos az ételiparág nagy szeretettel használja. A videó végén megemlítettem, hogy ha üzenetként megírjátok, hogy érdekel benneteket az egészséges variáció és az egészséges cukrok, akkor mindenféleképp fogok készíteni erről is egy videót, és örömmel kell mondanom, hogy nagyon sok üzletet kaptam, hogy igen érdekel, főképp a Facebookon, ezért úgy döntöttem, hogy elkészítek egy videót, de nem csak egy videót készítettem, hanem ha valaki mélyebben bele akar menni, már mint hogy mélyebben akar tudni az egészséges cukrokról, többet akar tudni, akkor nyugodtan látogasson el az erdélybioecker.hu és ott, ha rákattint a blog cikkekre, megjelenik, mint első blog cikk. Akit érdekel a blog cikk, ingyen van, nyugodtan el lehet olvasni. De, ahogy megígértem, készítem a videót, vagyis ez a videó nem másról szól, mint hogy egészséges cukrok, és miért érdemes ezt neked is átgondolni, hogy ilyenfajta cukrokat használjál. Az első, és szerintem nem sokan hallottak róla, az nem más, mint a galaktóz. Ez a fajta cukor egy nagyon egészséges cukor a szeretetünknek, méghozzá nem csak, hogy az amoniát köti meg a szeretetünkbe, tudni kell a galaktózról, hogy azonnali energiát biztosít a szeretetünknek, főképp az agyunknak. És ami a legjobb, hogy inzulin független a galaktóz. Vagyis nincs szüksége a szeretetünknek, vagyis a hasnálmirigynek, hogy inzulint eresszen ki, hogy el tudja szállítani a galaktózt egy nagyon jó, egy nagyon egészséges variáció. Érdemes átgondolni, hogy ipari cukor helyett galaktózt használja. A tanulmányok azt is mutatják, hogy akik galaktózt használnak, besegítik az agyukat, vagyis besegítenek abba, hogy ne legyünk annyira feledékenyek. A második cukorfajta az nem más, mint a tagatóz. A tagatóz a tudományban arról ismert, hogy a diabetikusoknak érdemes ezt használniuk, egy úgynevezett monoszaharid, ami ígéretes prebiotikum hatásokkal is rendelkezik. A tagatoz és más nem barnuló cukrokkal, mint például a galaktóz, ígéretes abban, hogy sütésre is lehet használni, vagy sütésre is alkalmas, főképp, hogy most közelednek az ünnepek, érdemes átgondolni, hogy tagatózt és galaktóz használni. A tagatóz oda kell figyelni, mert hogy nagyon édes, és csak keveset kell használni, mint mondtam érdemes galaktózzal összekeverni. A harmadik cukorfajta, amit én személyesen ajánlok, az a szilitól, A szilitol egy cukoralkohol, és ugyanúgy prebiotikum hatással rendelkezik a mikrobiomunk számára. De azon felül pozitívan befolyásolja a csont és a mell rákot. A szilitónak egy negatívuma azért van, oda kell figyelni, ezt hangosítom, oda kell figyelni a sütéskor, igazán nem alkalmas a sütésre, ezért inkább, ha lehet, ne használjátok a szilítót, amikor valamilyen fajta sütit akartok készíteni, főképp akkor, amikor élesztőt is használtok. A negyedik az eritritor. Az eritritor ugyanúgy cukor, alkohol és fermentáció által van előállítva, diabetikusok érdemes ezt használni, meg azoknak a személyeknek, akik eleve kalóriamentes ételeket fogyasztanak, vagyis próbálnak odafigyelni a kalóriára, az eritritol egy kiváló cukorhelyettes, mert nagyon kevés kalóriával rendelkezik. Mint ahogy látjátok, igen, létezik egészséges cukor, érdemes átgondolni, hogy ezeket használjátok, főképp most közelednek az ünnepek, és ilyenkor hajlamosak vagyunk, hogy nagy mennyiségben fogyasszunk édességet, vagy bármilyen fajta süteményt, amit cukorral van elkészítve. Érdemes legalább a cukrot csökkenteni, és ilyen fajta egészséges cukrot használni. Azt is hozzá kell tennem, hogy attól függetlenül, hogy ezek egészségesek, ezeket is csak mértékkel kell fogyasztani és tudom azt is, hogy fogok kapni olyan fajta üzenetet, hogy mint például, hogy a méz, a természetes méz is egészséges, vagy a stevia, igen, ezek is nagyon egészségesek, a téviának van egy kis hibája, vagy van egy apró, amire oda kell figyelni, méghozzá a stevia az egészséges, de sajnos nagyon sok helyen, Magyarországon is láttam nagyon sokat, hogy nagy szeretettel készítik, vagy nagy szeretettel áruják a stevia glukozitot, és nem a stéviát. Az a stéviából van kinyerve, és glukoz tulajdonképpen oda kell figyelni, mert stevia glukoznak, vagy stevia glukozitnak van leírva, Azért, mert a stéviából van kivonva, és így van engedélyük, hogy stevia glukozitként áruják, de az nem stevia és tudom, hogy még vannak más alternatívák, mint például a monk fruit, vagy másképpen leforítom akkor a szerzetes gyümölcse, az is nagyon egészséges, és még sorolhatnám, de ezeket, amiket én blog cikként leírtam, és most nektek elmondtam, ezek kimondottan egészségesek a szervezetünknek, mint ahogy felhoztam, mindegyiknek megvan a saját jó tulajdonsága, és ezeket a cukorfajtákat tulajdonképpen a szerezetünk is valamilyen szinten előállítja. A galaktózhoz szeretnék visszatérni, a galaktóz mostanában a tanulmányok azt mondta, hogy a legegészségesebb cukorfajta, és tudni kell, hogy például a lencsében található a legnagyobb mennyiségbe. A lencse csak akkor egészséges, azt még szeretnék kitérni, hogyha nagyon, de nagyon lassú tűzön főzzük, hogy ez a a méreg ki tudjuk belőle főzni, és akkor nagyon egészséges. És hogyha lehet a galaktózal, még figyeltek oda, hogy honnan származik. Állítólag, hogyha Kínából származik, az nem igazán egészséges, mert a Galactus, amiből kinyerték, azok mind kémiai anyaggal volt permetezve, és ez mind beszívja ez a fajta cukor, magyarán egyáltalán nem egészséges. Jó minőségű, Európából származó galaktóz az az egészséges, erre oda kell figyelni. Hogyha érdekel az egészséged, szeretnél változatni magadon, szeretnél jobb életet élni, teli energiával, keresel egy támogatást, akkor kért tőlem egy konzultációt. Én funkcionális táplálkozási szakértőként, és most már büszkén mondhatom epigenetika medicinaként, megteszek mindent, hogy mindenki segítsek, aki akar változatni az életén. Mint mindig ne felejtsd, te is az életedet.